Szép estét kívánunk mindenkinek, egy picit a lehetne kevesebb fény, mert itt a közönség részéről már a fény és a melegség is sugárzik. Bírni kell, 10 év után bírni kell. Hát ebben az informális, családias programban estén, ugye szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon büszkék vagyunk, hogy születésnapunk van, a 10. születésnapunk. És hát csak az első 10 év nehéz, a következő 10 év már az már, mint a karika. Hogy ez az első 10 év milyen nehéz és milyen kalandos volt, azt megírtam ebben a könyvben, amit az Abobó kiadó adott ki, az a címe, hogy Anna, te hülye vagy? Na most ez nem kijelentő, ez kérdőmondat, és a választ majd önök fogják saját maguknak erre a kérdést megadni az este befejezése után. Már a könyvet is nagyon nehéz volt megírni, mert ugye 10 évből kellene csemegézni, és 2000 műsorunk volt a 10 év alatt. De a könyvben még volt rá 250 oldalam. Ez a ma este még nehezebb, mert erre összesen 1 óra van. Hát mit csinálunk 1 óra alatt? Hát nagyon nehéz a 2000 eladásból kiválasztani. Azért én kiválasztottam 10-et, és ebből az ma este egy kis ízelítő. Mielőtt a műsorra térünk, azért valamit mondanék magáról a színházról, az épületről. Itt, ahol most önök ülnek, ez cukorkagyár volt. A Spinoza ugyan 10 éves, de a ház maga az 100 éves. Eredetileg ez egy pékségnek épült. Olyannyira pékség volt, hogy aztán 1944-ben a gettó idején, ez az utca is a gettóban tartozott, a gettó idején ez volt a gettónak az egyik péksége. 44-ben pékség, 60 évvel később színház. Akkor megnyitottunk 2003 tavaszán, akkor egy operával nyitottunk, mégpedig a Matahari operával, amit mi magunk megírtunk. Most Matahariról ugye az átlagnéző annyit tud, hogy kettősként és luxus prostituált táncos, egyik sem volt, ezért csináltuk a darabot, amely egész másról szól. Ez az a darab, amiből most nem adunk bemutatót. Nem adunk bemutatót, mert hogy ezt már olyan régen levettük a műsorról, hogy erről nehéz lett volna, bár a Matahari opera egyik főszereplője éppen itt ül nálunk, Herzegnik Anna, de nem ezt fogja énekelni, egész más. Helyette rögtön rátérünk az első születésnapunkra. Az első születésnapunkra József Attila születésnapomra című verset, nyilván mindannyian ismerjük, megkértünk egy zeneszerzőt, hogy a születésnapunkra írjon meg a zenét. Nekünk, a közönségnek és önöknek. Úgyhogy most József Attila szavait Berzsi György fogja elénekelni, és a zongoránál maga a zeneszerző Henk Nilan, aminek az is az érdekessége, hogy a zeneszerző nem magyar anyanyelvű. Akkor megkérem Berzsi Györgyöt és Henk Nilant. Meglepetésre költem én, csecsem.
gyermecskem, ajándék eljel meg nekem, a kári az is szegreden. Magam. Harminc két évem elszelelt, ne ami kétszer sos etelt. Hazám, hazám, lehettem volna oktató, nem itt öltőtort koptató. Szegény legény, hogy aztán mindenki mehessen haza. Hát, mivel is ünnepelhetnénk a 10. születésnapunkat, meghívtuk ide a Spinozába Spinozát. És ha már Spinoza eljött, elhozta magával Rembrandtot. Ugye Spinoza és Rembrandt a 17. századi Amsterdamnak két nagy emlékos figurája. Egy téren laktak, mert esetleg én is ott laktam. Ezért szereplek az operában. Egy téren laktak, itt még van hely, úgyhogy aki bejött, az nyugodtan, de a gőri belőle is. Történelmi nem igazolt, hogy ketten ismerték egymást, ezt nem tudni. Azt viszont tudni, hogy egy nap mind a kettőjükkel valami nagy dolog történt. Spinozát, a fiatal filozófust kizárták az amszterdami zsidó közösségből, és Rembrandt ellen pedig a város csődeljárást indított, mert nem fizette az adót. No, ebből a témából írtunk a 10. születésnapunkra egy vígoperát.
a mostani jelenet, illetve még mielőtt a mostani jelenetre rátérnék, mondanám, hogy Spinoza a filozófus, hideg, merev, gondolkodó valaki, Rembrandt pedig az élet, a művészet, az érzelmek embere, és hát ugye nagy kérdés, hogy az életet hogy kell élni. A jelenetben, amit most látunk, ott tulajdonképpen Rembrandt kapott egy ajánlatot a városatyától, hogy amennyiben szimatolna Spinoza iránt, és némi információt tudna szállítani a városatyának, akkor esetleg fölmentenék őt a fizetség alól. Rembrandt ezt nem vállalta föl, viszont a szolgálólány barátnője úgy gondolta, hogy ő ezt Rembrandt tudta nélkül megteszi. Úgyhogy most egy a csábítás jelenetét fogjuk látni. Nem tudjuk, hogy sikerül-e, meg látjuk. És hát a csábító Herceni Anna, és a csábítandó... Zongorán átcsernatám. Szóval is érzéseim bőtönök benne. Szóval is érzéseim.
ez volt. Ez volt a 10. születésnapunk, de azért, hogy el ne menjenek, mégis inkább visszatérek az egésznek az legelejére. Mikor felépült ez a színház, mondtam, akkor most a színházat kell csinálni. De hogy? Őszintén szólva fogalmam sem volt. A sötétben tapogatóztam, és úgy látszik, rögtön jó helyre nyúltam. Becher Imánt, kérünk szépen, ha lehetne. Becher Imánt személyesen nem ismertem, csak a Népszabadságból. Mindig nagy örömmel olvastam a Népszabadság szombati számát. 10 évvel ezelőtt felhívtam őt, és mondtam, hogy színpadra szeretném őt vonszolni. Azt mondja, hogy? Hát ő nem színpadképes, ő nem. Mondom, én ezt tudom. De jöjjön. És jött. Kezdetben Gyakoronkával, Gyakoronka Józseffel volt felolvasó este, és hát szösz mögött fújta az orrát, morgott, kiabált, mindent csinált a színpadon. Nem gondoltuk volna, hogy ekkora sikere lesz, nagyon nagy sikere lett. Miért? Mert nagyon hiteles volt. A 10 év alatt az Iván 10 kemény politikai kabarét is írt nekünk, és most meg fogom kérni Bach Szilviát, hogy az egyik kemény politikai kabarénba beépített cikkét, ha te olvasnál. Szóljanak, ha nem hallják, jó? Akkor adjuk a mikrofon. Ja. Megint eltelt egy év, megint itt állok önök előtt, hogy számot adjak arról, mennyit teljesítettem az elmúlt időszakban, honnan indultunk és hova jutottunk. Nyugodt lelkiismerettel jelenthetem, sokat teljesítettünk, nagy és nehéz út áll mögöttünk, de volt erőnk és volt bátorságunk belevágni, és most láthatjuk, volt eredménye is az erőfeszítéseknek. Jók voltunk. Vagyis, és tehát jó voltam. Ebben az évben is én voltam a legjobb. Vagy ha nem is a legjobb, de jó voltam. Legjobb, mert nem volt. Én vagyok a legjobb unortodox író, tárcaíró, hírlapíró e-honban, sőt, Európában, még ha ez Európa pillanatnyilag nem is látja be. Nem kis részben itthoni elleneim külhoni ármánykodásának köszönhetően. De a kutya ugat, a dakota halad. Írói, hírlapírói munkásságon töretlenül fejlődött ebben az évben, és olyannyira, hogy nyugodtan beszélhetünk már művészi tökéről. Kitűzött célomat elértem, hétről hétre írtam, és hétről hétre jobban. Céltűzéseim nem hagytam magam eltéríteni egy pillanatra sem. Az országgal, a nemzettel együtt törtem fölfelé, és a nemzet egy emberként követett, csak úgy, mint az országos feladatainkat megoldó programok, a cigányság felemelkedését célzó nemzeti Ku Klux Klan plán, a vasút és hídépítés elősegítő nemzeti matuskater, a múzeumok és könyvtárak ügyét egyszer s mindenkorra megoldó nemzeti Néró program, a szegénység problémáit rendező nemzeti Tiborc testület, a hajléktalanokat gondozó nemzeti Diogenész projekt, vagy a hosszú távú nemzet stratégiát kidolgozó nemzeti páva tanács, úgy az én működésemet is vezérlő nemzeti zseni zsinór is tökéletesen bevált. Írásművészetem beérett, mondhatni mívesek, ilyen vannak minden modorosságnak, s ha a híve korban mégis lelénk ilyest, az évezhetetlen stílus jegyként kell nyugtáznunk csupán. Jó úton haladok. Igaz ugyan, hogy pénzem nincs,
adósságaim tetemesek. Ezt rólam írtam. Meglehetősen kis példányszámban folynak a könyveim, alapok pedig, amelyekben még publikálhatok, napi gondokkal küzdenek, s bármikor becsukhatják a boltot, de megőriztem függetlenségemet. Így van ez még akkor is, ha általában azt teszem, amit mondanak nekem, mire költsem a pénzemet, és ennyit, hova menjek, kihez és mikor, de én teljesítem a szabad akaratom. Nem vagyok gyarmat. Az én szavam nem eladó. Csak ha rendesen fizetek. És tudom, ahogy mind több szegény magyar embernek jut, mind nagyobb kenyér, mind több szegény, de tehetséges magyar fiatal részesül a mind színvonalasabb ingyenes magyar oktatás áldásaiban, amint hogy dús kalásszal ringanak már a felcsüti gyökmagmezők, úgy szárnyal, mind magasabbra művészetem. De ahogy a szegény ember csak akkor érzi, hogy kap, ha előbb megfosztjuk mindenétől, úgy nekem is fát kell vágnom, kisebb bérmunkákat vállalom néha nap, hogyha eljön az ideje, majd művészi munkásságon végképp kiteljesedhessen. De már most is. Nem jó vagyok, de nagy. Lehet, hogy ez itten még nem mindenki látja, lehet, hogy Európa nem sem hisz még a személynek, de kelet-ázsia. Közel-kelet már fölfigyelt rám. Mint több azeri és iráni toll és balta forgatók. Veti hátra igekötőit, és szegődik nyomomba. Természetesen tudjuk, sok idő kell ahhoz, hogy beérjenek, de nekem van időm, van türelmem, van önfegyelmem is. A közkeletű írókész kézmondás szerint is nem abból lesz a törzsőnök, aki összekugyozza a vipamot, hanem abból, aki visszatart. Gondolkodom, hogy hol követtem el hibát, és őszintén, töredelmesen meg kell vallanom önöknek, oda jutottam, nem bírtam hibázni, mindent tökéletesen csináltam. Kedves barátaim, e szavakkal búcsúzom tőletek, abba kell hagynom, ugyanis nem tudok már mit mondani, egyszerűen nincs rám szavam. Döbbenten állok magam előtt, alig hiszek a szememnek. Ilyen van, ilyen lehet, ilyen tökély, ilyen magabiztosság, ilyen erő. És borítanom kell. Igen, van. Csak rám kell nézni. Nem tudok mást javallani végül, csak ezt. Kövessetek! Hajrá, Dakoták! Hajrá, én! A második sorban van még hely, pár hely, úgyhogy fiatal ember. Négy évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt, amikor azon gondolkodtunk, hogy merre, loptam egy-két ötletet Amsterdamból, mivel nagyon sokáig ott értem. És az egyik ilyen ötlet az ingyenes déli koncertek voltak. Bevezettük azt, hogy minden szerdán fél egytől ingyenes déli koncert, könnyű klasszikusok, sanzonok, ilyesmi témában. És hát főleg a nyugdíjasokra gondoltam,
sötétben este már nem akarnak botorkálni, és pénzük is kevesebb, gondoltam, hogy ez egy nagyon jó projekt lesz. Ezt 4 évig csináltuk. Az egyik ilyen déli koncertünk témája a belga chanson énekes és író Jacques Revolt. Megkérjük most Feledi Ádámot. Pardon, bocsánat. Kezdtük a saját utunkat megtalálni, nem olyan könnyű a saját profilt megtalálni. És nagyon hamar arra a következtetéssel jutottunk, hogy mindenféleképpen a kabaré lesz az, amit követni akarunk. Na most kabaré belül 3 témára gondoltunk, mindig a régi, a háború előtti kabaré visszahozása, a mai kabaré megteremtése és a kemény politikai kabaré színpadra vitele. Még olyasmivel is foglalkoztunk, hogy egy sorozatot indítottunk be a legnagyobb humoristák életéről, így színdarabunk volt Salamon Béláról, Királyhegyi Párról, Karintiról, Kiskabosról, Kellé Dezsőről, és amiből most részletet fogunk látni, Kabos Gyuláról. Kabos Gyuláról is megy egy színdarabunk, ebből fogunk részletet látni Masa Anita és Masa Tamás előadásában.
Amit igaz könyvnek neveznek a könyvek
megkérem ott az úton állókat, autóban állókat, hogy itt van még elől hely, hogy valaki hosszabb távra gondolja. Itt a második sor, első sor. Légyük a színpadon is. Igen, ismerős a fiatal. Az évek folyamán több érdekes vagy híres személyiségről írtunk darabokat, tehát nem egyszerűen áttettünk egy amerikai vagy egy ismert darabot, hanem mi magunk írtunk, írattuk. Ilyen volt, kezdtem ezzel a Matahari-val, aztán a Görsingről, Szőke Szakáról, és például Frida Kahlóról. Frida Kahló a spanyol, indián, magyar, zsidó származású, mexikói festőnő, ugye azért fogott meg bennünket annyira, azért írtunk egy darabot róla, mert ritkán lát az ember ilyet, hogy valaki ennyire rossz kártyákat kap az élettől, mint ő. Gyerekbénulás, autóbaleset, 36 műtét, örökös fájdalom, láblevágás, minden, amit el tudunk képzelni, és mégis egy ilyen színes és érdekes életet él. Tehát a Frida Kahlo Kupli operámból most jön egy rész, és erről a részről azt kell tudni, hogy Frida Kahlónak végre Mexikóban önálló kiállítása nyílt. De mire ez a kiállítás megnyílhatott, addigra megint a 28. vagy 35. operációt hajtották végre Fridán, és az orvos megtiltotta, hogy föl kelljen az ágyból, tehát hogy nem mehetett a kiállítás megnyitója, azt mondta, hogy az ágyból nem kellett föl. Nem is kelt fel, úgyhogy ágyastól vonult be a kiállítás megnyitójára, mert mindig nagyon vigyázott arra, hogy őt senki ne sajnálja. Begurult ágyastól, és vidáman énekelte az éneklendőket, ezt most fogjuk hallani Herceni Annától, és Neumann Zoltán, Neumann Zoltánnak a cimboránál. A Spinoza Színház
szociális színház is, már nyilván ezt a fogalmat kevésbé ismerik. Hogy ez mit akar sok mindent, de néhány dologra kitérek. Megnézzük azt, hogy kinek adunk munkát, kinek adunk fellépési lehetőséget. A jegyek 10%-át mindig ingyen kiosztjuk, megnézzük, hogy kinek. Úgy csinálunk, mint Freud idejében az analisták, ugye, amikor annak idején Freudik elkezdték az analízist, nem volt egy olcsó mulatság, és minden tizedik pacienst ingyen fogadtak. Mi is ezt csináljuk. A szociális színházunk másik aspektusa az, hogy mindenféle kisebbségre odafigyelünk. Nem véletlenül volt a Cigány kabaré az egyik legsikeresebb darabunk évekigben. Nem véletlenül van nagyon sok zsidó témájú darabunk. Nem véletlenül voltak itt a Vakok színháza, a Hajléktalanok színháza, a Szenvedélybetegek színháza, a Baltazár színház. Tehát a kisebbségekre is odafigyelünk. Viszont odafigyelünk a legnagyobb kisebbségre is. És most meghallgatjuk Abszidia feminista kabaréjának egy részletét. Még mielőtt elkezdeném, azt mondta Anna, hogy ne zenével jöjjek, ne énekkel. Azért az operásokat lenyomom. Ezt mondjuk megértem, tehát ezen nincs semmi probléma, és azt is mondta, hogy a legrövidebben. Ez a feminista, aminek semmi köze ahhoz a politikai kabaréhoz, amit csinálok, ez egy töltelék dolog. De azért érzékenyek vagyunk valóban, és ez az előző kabarém, a Partizán című monokabaré, ami egy ellenzék, most már ki kell mondani, hogy ellenzéki kabaré, nagyon ciki, de ki kell mondani, nek a része, a mostani a szelep, akkor nem hoztam részletet, mert mondta Anna, hogy kevés legyek. Most bejövök, tapsa a szerepét. Tapsa. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A Feminizmus 2013 című előadásomon. Mondják, hogy legjobb egy viccel kezdeni, hogy lazuljon a nép. Tudják, hogy miért nincs szőke pasis vicc? Mert az nem az. Na, van a most is nos, kérem tisztelettel először szögezzük le, hogy nekem szörös a lábam, és a hónom alja is. Kérem hűvesség példámat, hölgytársak, hiszen nyáron hűt, télen pedig agyon csapjuk vele a hím sovinizmus. A férfiaknak használjunk vezényszavakat. Úgy, mint kicsit balra a szekrény. Fél óránként csak egy vezényszót alkalmazunk. Mert mint köztudott, monóba jár az agyuk. Sorrendben, söp, foci, mellek. Ezek után ne csodálkozzunk, hogy rossz helyre teszik a szekrényt. Férfi kollégáknak füttyögjünk, zavaróan mustráljuk őket, bátrabba mogyorozhatnak is. Hogy tudják meg, milyen érzés, amikor egy mellel beszélnek. Később mantrázzuk. Te csak egy hülye férfi vagy. Később aztán menjünk ki az utcára,
keresünk egy alacsony, vékony dolgájú egyedet, bátran mondjuk a szemébe. Haladéktalanul követelem, hogy a pun háborút ezentúl pöcs háborút. Hiszen az összes vérengzést a pöcsök hívták életre. Itt jegyzem meg, hogy Mátyás királynő volt. Azonnali hatállyal kérem megszüntetni a Kossuth Petőfi Bartók Rádió nevét, helyette Kovács Erika, Amanda Lír, a tévedésből Selmeci Gabriel. Minden fallikus szimbólumot megsemmisíteni, úgy, mint Lehel Kürtje, Eiffel-torony, golyostól, hogy ezeket gyúrjuk Renault jellé. Tökásak, javaslom, hogy az asszony neveket hagyjátok el. Elsőként az Ondocsek, Herényi és Fütymannék választanak másik nevet. Több nőt a kormányba, hiszen nekünk is pihenni kell valahol. Ezzel a nemes útravalóval elbocsájtalak benneteket, nőtársak. Jegyezzétek meg, nőnek lenni jó, még akkor is, ha rossz. Láttam, hogy több mindenkinek a nevetéstől pocsokott a fényel. Mindenkinek elmondjuk ezt, hogy hát ugye ezek az előadások nem csak a szűk előadás, ami az előadásra vonatkozik, hogy itt mennek a Spinozában, tehát nem csak 3 percet lehet. 12-én, szerep színmel! Mindenkinek vonatkozik. Mi az összes itt lévő, itt ülő, itt előadó darab életnek vonatkozik, hogy ezek a darabok itt mennek a Spinozának, tehát egész évben is meg lehet őket nézni. Egy másik szegmense a Spinoza programoknak, ugye az okos emberek hada, garvada. Nem is tudom, hogy a sort hol kezdjem, úgyhogy el sem kezdem a sort, csak úgy mondom, hogy Heller Ági, Ulvári Tamás, Kérinek épp most kezdődik egy sorozata. A bajnok ebben a témában Popper Péter volt. Popper Péter több mint 100 előadást tartott a Spinozában, és mivel én mindig én ültem ott mellette, és vezettem a kérdéseket, ezt aztam azt, és figyeltem a közönséget. Kossuth Rádió. Ez már a Kovács Erikás. És próbáltam megfejteni, hogy vajon mi az ekkora nagy Popper sikernek, vagy Popper őrületnek a titka. Annyira próbálkoztunk, hogy aztán egy zenés játékot is írtunk erről a témáról, erről a Popper jelenségről. Először úgy gondoltuk, hogy a darabnak Popperra lesz a neve, aztán végül Guru lett. A darab ugye erről a guru jelenségről szól, van egy guru, van a Popper guru, és van egy fiatal lány és fiú, akik a legkülönbözőbb problémával keresik a gurút, és hát a guru próbál választ adni. Ugye a megoldása neki sincs, de azért mégis mindenkit nagyszerűen meg tud nyugtatni. Ez a jelenet, amit majd most fogunk látni, ez meg éppen a házasságról szól. De hogy egy kicsit a közönséget is bevonjam,
nem tudom, Matyi, lehetne esetleg a közönség felé egy kis fényt kapni. Megkérdezném, hogy van-e itt valaki, aki el tudja mondani a saját tapasztalatból a jó házasság titkát? És akkor ezt itt együtt megbeszéljük. Én ismerem a boldog házasság titkát. Tényleg? Hát akkor fiatal ember. Jöjjön ide. Mondhatom zenében? Hát, egyefene. A házasság az boldogság. A házasság a legteljesebb jó. A házasság az boldogság. A házasság a legteljesebb jó. Ha reggel megszólal a vekker, az ember már rossz kedvel ballábban kell. Egy cigi, egy kávé, és a nap a munkáért. Juhé, juhé! Süpped a bőrfotel, a munkahely egy csodás hotel. Ott az asszony távol van, ringhatsz egy álomban. Sokat ízek, hisz így is mindig jól fizet. Szétrobban az álom, és otthon vár a párom. A házasság az boldogság. A házasság a legteljesebb jó. Ha este leoltom a lámpát, azt mondom, hál' Isten, megúsztam egy napot. Nyugodtan alhatok egy jó nagyot. Valami tévedés van. Hát én azt kértem, hogy ki az, aki a boldog házasságról tud valamit mondani. Az, hogy maga a munkahelyén jól érzi magát, egy nagyon örülünk. De hát a házasság, hát mit csinál, amikor nem a munkahelyén van? De mit csinálnak otthon vasárnap? Mi van vasárnap? Lántott húsfehérre élünk, hogy úgy mondjam, hát az a sínetet. Hogy barátnője van? Nem, dehogy. Talán homoszexuális? Mi van? Hát akkor miért nincs szex? Hogy van ez? Ezzel a szexel túl sok a macera. Bálint.
kezdtem azzal, hogy nézzük a darabjainkat, a darabjaink nagy részét. Tehát azért időnként klasszikusokhoz nyúlunk, és mai magyar írókhoz. Így például Törkény egyperceseit, és egyperce is elhangzottak itt a Spinoza színpadán. Főként akkor, amikor ugye nagyon rossz hangulatban voltunk, és valami szépet, optimistát szerettünk volna hallani, akkor elővettük Örkénynek a Nézzünk bizakodva a jövőbe című egypercesét, amiből majd megtudjuk, hogy nekünk 100 év múlva milyen jó lesz, és 100 év múlva milyen nagyszerű lesz majd magyar napján. Zsolnai Julinak van itt nálunk egy gyönyörű darabja, aminek az a címe, hogy Én nem vagyok magyar. Ebből a gyönyörű darabból loptuk ki ezt a darabot, amit most Juli nekünk el fog mondani. Nézzünk bizakodva a jövőbe. Körülbelül 110-115 év múlva egy szép nyári napon soron kívül megkondítják az ország összes harangjait. Sokan rá se hederítenek majd, pedig az a csengés-bongás nagy változások hírnöke lesz. Visegrádon addigra újjáépül az egykori visegrádi király palota, sosem látott pompával, óriási termekkel, függőkerttel. Az avatási ünnepséget, mert azt jelzi a harangkongás, néhány aggastyánnak könyvbe lábad a szem. S valóban az lesz az a perc, az a nagy és régen esedékes perc, amikor véget ér az ezer éves pehszéria. Visegrád addigra nem ennek a csöpp kis országnak lesz a székhelye, hanem a Dunai Magyar Köztársaságnak, amelynek négy vagy ott tenger mossa a partjait. Dunainak azért nevezik a köztársaságot, nehogy összekeverjék egy másikkal, az Alsó-Rajnai Magyar Köztársasággal. Ez utóbbit akkor sem magyarok lakják majd, hanem kopott öltözékű, elnyűjt alsó-rajnaiak, akik csak kabalából vették fel a magyar nevet. Le se lehet írni, milyen jó dolog lesz akkor magyarnak lenni. Elég talán annyit mondani, hogy a magyar szó, potom 115 év alatt, igévé változik, amely minden élő nyelvbe felszívódik, méghozzá kellemes jelentéstartalommal. Magyar mi, franciául például annyit tesz, magamat jól leszokni. Spanyolul, utcán pénzt találni, érte lehajolni. Katalán nyelvjárásban. Könnyedén hajolgatok, mióta kínzó derékzsábámból kinyújtottam. És ha valaki Londonban így szól, I'm going magyarni, azaz szó szerint megyek magyarni, az azt jelenti, hogy ahhoz az isteni nőhöz, akit ott látsz, most oda megyek, megszólítom, belékarolok, hazaviszem, és itt egy csúnya szó következik. Más. Én magyarok, te magyarsz, ő magyarik, mert ikes lesz az ige. Hét civilizált nyelven, norvégül, görögül, bolgárul, baszk nyelven, és a többi azt jelenti, ropogós kacsos ültet eszem, eszel, eszik, idei uborka salátával, miközben Yehudi Menuhin a csak egy kislányt húzza. Továbbá, anyuka, mehetek magyarni? Lettül azt jelenti, hogy egy kisfiú elkéreckedik a moziba, az édesanyja pedig némi habozás után elengedi őt, holott a filmet csak 18 éven felüliek látogathatják. De hagyjuk a külföldet. Itthon is sok mindent másként hívnak majd. Például a vanília helyett, amely idegen szó, a háború
megy át a köztudatba, miután régi jelentését amúgy is elvesztette. A visegrádi cukrászdában tehát a fagylaltos pult fölött ez lesz kiírva. Eper, puncs, háború, csokoládé. Így fogunk élni. Addig azt a pár évet. A Spinozában minden év szeptemberében megrendezzük a zsidó fesztiválunkat, ahol egy helyen minden történik. Színház, film, kiállítás, koncert, előadás, stb. Aztán olyannyira teli voltak ezek a fesztiválok, hogy aztán kénytelenek voltunk egy tavaszi zenei zsidó fesztivált is bevezetni, a Sipa-Dobbal fesztivál, mert itt vagyunk a Sip utca és a Dob utca sarkán. Úgyhogy ezzel az évi két fesztivállal körülbelül 100 műsorunk volt. Ebből a 100-ból most búcsúzó úr, de nagyon rossz elbúcsúzni, búcsúzó úr egyet kivettem. Bizonyára sokan emlékeznek Isaac Singernek a Jentők című novellájából készült filmre, ahol Barbara Streisand az ő főszereplésével. Hát aztán mi is ezt a darabot állítottuk színpontra zenés monodráma formájában. Aki most ezt nekünk énekli, Glenn Judit, a zongoránál Neumann Zoltán. Látni mit lehet.
oly közel. Baba, ugye hittem, amit már értek, minden könyv egy újabb mérföldkő. Az ég egy szögletét, bámul életről nem elég. Repülni kell, és nincs megáll. Tőletek itt a Spinozában kaptam.
és kívánom, hogy még további sokszor 10 sikeres év legyen előttetek, úgy, mint ez a 10 év volt mögötted. Fantasztikus volt. Köszönöm. Kedves Anna, hogyha arra gondolok, hogy körülbelül most már 3 éve csináljuk azt a bibliai sorozatot, amit ugye együtt kezdtünk el, és együtt folytatjuk. És ha még tovább arra gondolok, hogy ezt 3 éve csináljuk, és eljutottunk nagyjából Mózes második könyvéig, akkor igazából én nem Wunder Tunc Mánciat kívánok most neked, meg a Spinoza színpadának, meg persze a közönségnek, hanem azt kívánom, hogy próbáljuk befejezni az egész Biblia tárgyalását, tovább a rabbinikus irodalom tárgyalását, ugyanis az nem 120 évet jelent még, hanem a 120 évnek még a sokszorosát. Anna, tisztelem azt a nyitottságodat, amivel ismeretlenül is befogadtad, otthontalanná vált előadásomnak, amit itt mutatjuk be. Köszönöm, hogy ezt a nyitottságot megőrizted azóta is, és kívánom őrizni sokszor 10 évig. Anna, jól legyünk, szeretnénk, így tovább! Anna, az Isten röviden elmondom, hogy Spinoza azt vélte, hogy a szubstanciától, a feltétlen léttől megkülönböztetjük az egyes réges testi vagy gondolati dolgokat, az a moduszok világát. Nagyon el akarok komoly lenni, Rubály Tamás. Nagy szeretettel olvastam a könyvedet, és tudom, hogy ennek a Spinozának múltja, jelene és jövője van. Gratulálok, köszönöm! Kedves Spinoza, ez a boldog születésnapot kívánok, és nagyon rájuk a tiltott ismeretlen megjelenülését, és hajrá, Anna, szóval sőrsztünk boldog születésnapot. Világban, a csőkorra, a sőször, a kórházban, mert nem tudok lenni, a sokosokat sem tudok mondani, mindenki csokor, kell a megtérjedés. A Spinoza az a hely, amennyire varázsadom. Logikusok úgy tudják, ez a jelenség a genius moci. Maga is szívesen időzök itt, ezen alkalmakkor ez a genius jaci. Bocs, csókolok. Megőröm számára, hogy részes a lelkes Spinoza minden napjainak, és csak így tovább vagy, meg is gratulálok. Hello. Spinoza ez egy nagyon jó lehetőség minden művész számára, hogy meg tudjon nyilvánulni a saját művészként, illetőleg, és nem rendkívül jó kezdeményezésként indult ez az egész, és a mai napi nagyon jó előadások láthatóak a Spinozának az alkók is színpadán. Én nagyon szerettem ott játszani. Egy igazi élmény volt ez a 3 évad, amit ott játszhattam a Nizsinszkivel. További sok sikert kívánok hozzá. Magunkra vagyok, és én így azt hittem, hogy a Spinoza az egy nagyon kellemes találkozó helyiségtelen. Aztán kiderül, hogy a színház, sőt nem csak színház, hanem sokkal több annál. Mi színházban boldogan és örömmel vehetem részt képen mutatom egy nagyon érdekes Nizsinszki drámán, és azon kívül a Piros Bicikli című darabban mind a két darab hozzá között a Spinozához, és akkor is, ha éppen nem dolgozom, vagy akkor is, ha színházba járok, a Spinoza mindig úgy van az én szívem és a szemem előtt, hogy az én kedves színházam, akkor én nagyon jól éreztem magam, és mindezt köszönhetem Sándor Annának, aki bizony bennem meghívott, szívesen látott, és azon kívül is állandóan hív. A nálad minden jók, a könyvéről tudok különböző forrásokból, kíváncsian várom, el akarom olvasni, feleségem maga őt, és én is, és nagyon sok szeretettel kívánom minden jót, ezek az ünnepi napon nagyon jól voltak. Kedves Anna, Gyűrei Zsolt vagyok, Spinoza légi motorosa, szeretettel gratulálok neked ez a nevezetes évforduló. Eljött a pillanat, hogy a szemedbe vágjon, mindig csodáltam a kedvedet és erődet, amelyel soha tapottan sem átrával. Nem csak, hogy víz fölött tartottad ezt az amennyi technikai jelentős műhelyt, hanem megérdemelt hírt és nevet is szereztél neki.
Jó beszél, azt gondolom, hogy nyomot hagytam a Spinozában. Az üres, hogy a Spinoza bennem igen mélyes, igen jó eső nyomot hagyott. Köszönöm szépen neked és segítőtársaid Nagy Orsinak és Matyinak, és köszönöm azt is, hogy ma sem tudok úgy betoppani hozzátok, hogy ne hazamennék. Jó ünneplést nektek! Ezt az estét. És megyünk tovább a következő szépen.